Így hallottam. Egyszer, amikor Buddha a Savatthi városa mellett a Jeta-liget Anathapindika kertjében tartózkodott, nagy csapat biksu követte, mintegy 1250 ember. Mikor eljött a reggeli ideje, a magasztos magához vette köntösét és kolduló csészéjét, hogy elinduljon Savatthi roppant városába élelmet szerezni. Befejezve a házról házra járó koldulást, visszatért a kertbe, és elfogyasztotta a reggelijét. Miután végzett, félretette köntösét és csészéjét, megmosta a lábát, s ülőhelyét elrendezve leült. A gyülekezet egyik tagja, a tiszteletre méltó Subhuti fölemelkedett helyéről, s vállát kitakarva, jobb térdével a földre ereszkedett, majd tenyereit alázatosan összetéve, így fordult a Buddhához. Csodálatos az, ó magasztos, hogy a Tathágata oly sokszor gondol valamennyi bódhiszatvára, és óvja, tanítja, útba igazítja őket. Abban az esetben viszont, ha valamely jó szándékú férfi vagy nő keresi a tökéletes végső megvilágosodást, hogyan tud rátalálni arra, s miképpen időzhet abban? Hogyan tudja uralma alatt tartani gondolatait? Buddha így válaszolt. Nagyon jó, Subhuti. Ahogy mondod, a Tathágata sokszor gondol valamennyi bódhiszatvára, és óvja, tanítja, útba igazítja őket. De most jól figyelj arra, amit mondok neked. Ha valamelyik jó szándékú férfi vagy nő keresi a tökéletes végső megvilágosodást, rá fog találni arra, és időzhet abban, mert uralma alatt tudja majd tartani gondolatait. Kérlek, beszélj hát, ó magasztos, és én hallgatni foglak, szólt Subhuti. Buddha így folytatta. Valamennyi bódhiszatva hős fegyelmezni tudja gondolatait, ha megfontolja a következőket. Az összes teretnei. Szülessen akár nedvességből, tojásból, anyaméből vagy átalakuláshoz a mennyei születés útján. Rendelkezzék formával vagy nem. Legyen akár tudatos, akár nem. Tartozzék akár elképzelhető, akár elképzelhetetlen fajtájához a lényeknek. Általam éri el a nirvanát, a tökéletes felszabadulást. Ám, amikor a lények mérhetetlen és megszámálhatatlan sokasága már elért a korlátlan felszabadulást, a lények nem lények többé, akik örökkére felszabadultak. Miért mondom ezt, Subhuti? Azért, mert ha egy bódhiszatva bármilyen módon kötődne az olyan fogalmakhoz, mint amilyen az én, a személyiség, a lélek vagy az egyéniség, nem lenne továbbra is bódhiszatvának tekinthető. Tehát, Subhuti, ha egy bódhiszatva jótékony cselekedeteket gyakorol, tekintet nélkül a különböző jelenségekre, függetlenül kell azt gyakorolnia, vagyis sem hang, sem forma, sem illat, sem tapintás, vagy bármely egyéb érzéklet nem befolyásolhatja. Így aztán, Subhuti, amikor egy bódhiszatva jótékonyságot gyakorol, nem ragaszkodik semmilyen eszményhez. Hogy miért? Azért, mert ebben az esetben érdemei fölmérhetetlenek. Subhuti, vajon el tudod képzelni a tér kiterjedését kelet felé? Nem tudom elképzelni, ó magasztos. Subhuti, el tudod képzelni a tér kiterjedését dél, nyugat vagy észak felé, vagy bármely más irányba beleértve a zenétet és a nadírt? Nem tudom elképzelni, ó magasztos. Nos, Subhuti, hasonlóképpen fölmérhetetlenek és elképzelhetetlenek a bódhiszatvák érdemei is, akik a jelenségektől függetlenül mindenféle kötődés és ragaszkodás nélkül gyakorolják jótékony cselekedeteiket. Ezért egy bódhiszatvának egyedül a tanítás mellett kell kitartania, és ahhoz kell ragaszkodnia. Mit gondol, Subhuti, fölismerhető a Tathágata valamely testi alakban? Nem ismerhető fel, ó magasztos, hiszen a Tathágata szerint a testi alak valójában nem testi alak. Buddha erre így válaszolt. Minden, aminek alakja van, csak látszólagos léttel rendelkezik. Ezért, aki képes felismerni,
hogy valójában egyetlen alak sem alak, és az összes jellemző tulajdonság nem jellemző tulajdonság, az felismeri a tathágatát. Szupoti így szólt Buddhához: bizonyára mindig lesznek olyanok, ó magasztos, akikben tanításod hatására felébred az őszinte hit. Buddha erre így válaszolt: ne beszélj így, Szupoti. A Tathágata utáni utolsó 500 éves korszakban lesznek olyan bölcsek, akik a tanítás révén, erényben, szilárd hittel kiteljesednek. De te is tudod, hogy az emberekben a tan nem egyképpen ver gyökeret. Hallják azt akár egy buddhától, kettőtől, háromtól, vagy éppen számtalantól. Így az ő erényeik is mindig különbözőek. Vannak viszont olyanok is, akik tiszta hittől azonnal fénylővé válnak. Ez utóbbiak a Szubhutti, a Tathágata felismeri. Szívbeli jóságukat és erkölcsi kiválóságukat állandóan érzékeli. Miért? Azért, mert ezek az emberek nem ragaszkodnak többé az én, a személyiség, a lélek vagy az egyéniség eszméjéhez. Továbbá nem ragaszkodnak többé ahhoz, hogy ahhoz az elképzeléshez, hogy a dolgok belső lényeggel bírnak, de ahhoz sem, hogy a dolgok nem bírnak belső lényeggel. Miért? Azért, mert ha az ember bármilyen felfogást magáénak vall, és amellett kitart, óhatatlanul kötődni kezd az énhez, a személyiséghez, vagy az egyéniséghez. Hasonló a helyzet tehát ahhoz, mint amikor valaki a dolgoknak belső lényeget tulajdonít, és ahhoz is, amikor nem tulajdonít a dolgoknak belső lényeget. Kötődjék akár az elfogadás, akár az elutasítás által, mindannyiszor az ént, a személyiséget és az egyéniséget feltételezi. Ezért a Tathágata szavai mindig figyelmeztetnek. Az én tanításom a törvényből fakad, és egy tutajhoz hasonlatos. Így a Buddha tanítását is el kell hagyni, és még inkább a tévtanokat. Mit gondol Szubhutti? A Tathágata elérte a tökéletes és végső megvilágosodást? Egyáltalán kifejezhető szavakkal a Tathágata tanítása? Szubhutti így válaszolt: úgy gondolom, ó magasztos, hogy a Buddha tanításaiban nincsen egyetlen rögzített alapelv sem, amit tökéletes végső megvilágosodásnak hívhatnánk. Azon kívül a Tathágata tanítása szavakkal kifejezhetetlen. Miért? Azért, mert a Tathágata szerint az igazság szavak által felfoghatatlan, és ezért kimondhatatlan. Nem állíthatjuk róla, hogy van, és nem állíthatjuk róla, hogy nincs. Ez a megfoghatatlan igazság az alapja valamennyi bölcs tudásának, még akkor is, ha más-más iskolákhoz tartoznak. Mit gondol Szubhutti? Ha valaki 3000 csillaghalmazt képes megtölteni a hét drága kincsel, és mindezt merő jótékonyságból teszi, mondhatjuk-e róla, hogy nagy érdemeket szerzett? Szubhutti így válaszolt: feltétlenül mondhatjuk, ó magasztos. Miért? Azért, mert az ilyen erénnyel egyúttal a nem erény tulajdonságaival is rendelkezik, és a Tathágata úgy beszél róla, hogy azt nagynak nevezi. Buddha erre így válaszolt: ha valaki csak négy sort képes megjegyezni és elméjében megtartani ebből a szutrából, és másoknak tanítva továbbadja azt, az ő erényei fölülmúlják mindezeket. Miért? Azért, Szubhutti, mert ebből a párbeszédből ered valamennyi Buddha és valamennyi Buddha tökéletes végső megvilágosodásra vonatkozó tanítása. A valódi erény túlnő a meghatározásokon. Ezért, amit a Buddha tanításának hívnak, az nem a Buddha tanítása. Mit gondol Szubhutti? Ha egy tanítvány a szent élet folyamának áramába lép, mondhatja-e magában: most elnyertem a folyamba lépő érdemeinek gyümölcsét? Szubhutti így válaszolt: semmiképpen sem, ó magasztos. Miért? Azért, mert a folyamba lépő kifejezés csupán egy név. S valójában nincs folyam, amiben a tanítvány beléphetne. Az a tanítvány viszont, akit se hang, se alak, se illat, se tapintás, vagy bármi egyéb érzékelet nem befolyásol már, folyamba lépőnek nevezhető. Mit gondol Szubhutti? Az olyan mester, akinek már csak egyszer kell újjászületnie.
mondhatja-e magában: most elnyerem a már csak egyszer visszatérő érdemeinek gyümölcsét? Szubhuti így válaszolt: semmiképpen sem, ó magasztos. Miért? Azért, mert a már csak egyszer visszatérő kifejezés pusztán egy név. Hiszen a létből sem kilépni, sem abba visszalépni nem lehet. Aki képes felismerni ezt, az már csak egyszer visszatérőnek nevezhető. Mit gondol Szubhuti? Ha egy tiszteletre méltó bölcs nem akar már egyszer sem újra születni, mondhatja-e magában: most elnyerem a nem visszatérő érdemeinek gyümölcsét? Szubhuti így válaszolt: semmiképpen sem, ó magasztos. Miért? Azért, mert a nem visszatérő kifejezés pusztán egy név. Valójában nem létezik nem visszatérés, és ezért a nem visszatérő elnevezés is csak megjelölés. Mit gondol Szubhuti? Egy szent ember mondhatja-e magában: elértem a tökéletes végső megvilágosodást? Szubhuti így válaszolt: semmiképpen sem, ó magasztos. Miért? Azért, mert nincs olyan állapot, amit tökéletes végső megvilágosodásnak lehetne nevezni. Ha egy szent ember azt mondja magában: megvilágosodott vagyok, szükségszerűen belebonyolódna az én, a személyiség, a lélek vagy az egyéniség fogalmaiba. Ezért, még ha a Buddha kijelentené is, ó magasztos, hogy valamennyi szentet felülmúlok a jóga tökéletes nyugalmában és visszavonultságomban megszabadultam a szenvedélyektől, akkor sem mondhatnám magamról, hogy elértem a tökéletes megvilágosodást. Ha viszont valamiképpen mégis ezt állítanám magamról, egyszerűen nem tartana méltónak ilyen szavakra. Mivel azonban Szubhuti az ég világon nem ragaszkodik semmihez, ezt kell hallania. Szubhuti visszavonultságában derűsen elmélyült szentnek tekinthető. Buddha így szólt: mit gondol Szubhuti? Régen, amikor Dipankara volt a megtestesült tatágata, megragadta-e bármi módon is a tan lényegét? Szubhuti így válaszolt: egyáltalán nem, ó magasztos. Dipankara Buddha semmi ilyesmit nem ragadott meg. Szubhuti, mit gondolsz? Létrehozhat egy bódhiszatva valamely Buddha birodalmat? Szubhuti így válaszolt: nem hozhat létre, ó magasztos. Miért? Azért, mert a Buddha birodalom létrehozása kifejezés valójában csak egy megjelölés. Buddha így folytatta: következésképpen, Szubhuti, valamennyi bódhiszatva hős, nevezzük őket akár kisebbnek, akár nagyobbnak, tiszta és világos tudatot fejleszt ki magában, amelyet nem befolyásolnak sem hang, sem alak, sem illat, sem tapintás, vagy bármely egyéb érzéklet. Egy bódhiszatva tudata azzal, hogy még a legkisebb dolgokhoz sem kötődik, nyugalmában sérthetetlen. Mit gondol Szubhuti? Ha egy emberi test olyan hatalmas lenne, mint a Sumeru-hegy, nagy testnek nevezhetnénk? Szubhuti így válaszolt: feltétlenül nagynak, ó magasztos. Buddha szerint ugyanis a nagy test kifejezés csupán egy név. A valódi nagyság viszont semmihez sem fogható. Szubhuti: ha annyi Ganges folyó lenne, ahány homokszem van a Gangesben, soknak mondhatnánk a bennük található homokszemek számát? Szubhuti így válaszolt: nagyon is soknak, ó magasztos. A folyók számát is képtelenség lenne megállapítani, hát még a bennük lévő homokszemekét. Szubhuti, jól figyelj arra, amit most mondok neked. Ha egy jó szándékú férfi vagy nő, merő önzetlenségből a világok 3000 csillaghalmazát töltené meg a 7 drága kincs oly mértékű tömegével, mint amennyi az említett Ganges folyókban található homokszemek összessége, akkor vajon érdemekben sokat gazdagodna? Szubhuti így válaszolt: feltétlenül sokat gazdagodna, ó magasztos. Buddha erre kijelentette: nos, Szubhuti, ha egy jószándékú férfi vagy nő tanulmányozza ezt a párbeszédet, és csupán csak 4 sort képes megjegyezni és elméjében megtartani ebből, és másoknak tanítva továbbadja ezt, az ő erényei fölülmúlják mindezeket. Tudd meg hát, Szubhuti, hogy bárhol is hirdessék ezt szutra a legapróbb részletét a világon, azt a helyet olyan nagy becsben fogják tartani az istenségek, emberek és titánok birodalmában egyaránt,
mintha az egy buddha szentély kellős közepén volna. Mennyivel inkább igaz ez akkor, ha valaki az egész párbeszédet képes megjegyezni, elméjében tartani, majd másoknak tanítva továbbadni azt. Tudd meg, Szobhutti, hogy az ilyen személy képes elérni a legemelkedettebb és legcsodálatosabb igazságot. Tehát akárhol is találjon nyitott fülekre ez a szutra, azt a helyet egyszerűen úgy kell tekinteni, mintha ott maga a Buddha vagy egy tiszteletre méltó tanítványa lenne jelen. Szobhutti így szólt Buddhához. Hogy nevezzük, ó magasztos, és hogy tartsuk emlékezetünkbe ezt a párbeszédet? Buddha így válaszolt. Szobhutti, amit most hallottok, az az értelem feletti tudás tökéletes gyémántja. Így tartsátok emlékezetetekben. Hogy miért? Azért, mert Buddha tanítása szerint az értelem feletti tudás tökéletes gyémántja valójában nem az értelem feletti tudás tökéletes gyémántja. E párbeszéd elnevezése sem más, mint egy megjelölés. Szobhutti, mit gondolsz a Tathágatának kimondható tanítása? Szobhutti így válaszolt. A Tathágatának semmiféle tanítása nincs, ó magasztos. Szobhutti, mit gondolsz a világok? 3000 csillaghalmaza sok porszemből áll össze? Szobhutti így válaszolt. Nagyon sokból, ó magasztos. Szobhutti, a Tathágata szerint a porszemek valójában nem porszemek, s a világok valójában nem világok, mert csak nevükben azok, amiknek hívjuk őket. Szobhutti, mit gondolsz, fölismerhető a Tathágata a kiváló bölcsek 32 testi egy alapján? Nem, ó magasztos, a Tathágata nem ismerhető fel a 32 testi egy alapján. Miért? Azért, mert a Tathágata szerint a 32 testi egy valójában nem 32 testi egy, hanem egy puszta megjelölés. Szobhutti, ha egy jó szándékú férfi vagy nő, annyi áldozatot hoz, és ahány homokszem van a hangeszben. Érdemekben akkor is felülmúlja mindezeket az, aki csak négy sort képes megjegyezni és elméjében tartani a párbeszédből, és másoknak tanítva továbbadja azt. Ekkor Szobhutti a belső felismeréstől megindultan könnybe lábadtak a szemei. Majd így szólt a Buddhához. Csodálatos az, ó magasztos, hogy megosztott velünk ezt a mélyértelmi tanítást. Soha nem hallottam még ehhez fogható szutrát, amióta csak tudatom megnyílt a nemes igazságok előtt. Ha valaki nyitott szívvel, tiszta és világos tudattal fogadja be az itt hallottakat, az minden bizonnyal eléri végső célját. A valóság világos megértését. Az ilyen ember, ó magasztos, szert tesz a legfigyelemre méltóbb erényre. Mivel azonban a valóság világos megértése valójában csak egy megkülönböztető fogalom, a Tathágata így tanít, a valóság világos megértése csupán egy név. Tanításodat hallgatva, ó magasztos, nem nehéz elhinnem, megértenem és emlékezetembe tartanom mindazt, amit mondasz. Ám, ha az elkövetkezendő 500 évben is lesznek olyanok, akik megismerve a párbeszédet képesek lesznek befogadni és megőrizni szavaidat, akkor ők is olyan emberekké válnak majd, akik a legfigyelemreméltóbb eredményeket érik el. Miért? Azért, mert ezek a kiemelkedő képességű emberek szabadok lesznek az én, a személyiség, a lélek vagy az egyéniség fogalmától. És hogy miért lesznek szabadok? Azért, mert az én megkülönböztetése és különválasztás a világtól tévedés. Tévedés ugyanúgy, mint a személyiség, a lélek, az egyéniség különválasztása. Következésképpen azok, akik maguk mögött hagyják valamennyi jelenség fogalmi megkülönböztetésének kényszerét, Buddhának tekinthetőek. Buddha erre így szólt. Ahogy mondott Szobhutti, ha valaki, hallgatva egy párbeszédet, nem telik meg félelemmel, aggodalommal vagy rettegéssel, akkor figyelemmel méltó képességekkel rendelkezik. Miért? Azért, mert a Tathágata tanítása szerint az első tökéletesség, az adakozás tökéletessége valójában nem az első tökéletesség, hanem pusztán egy név. Szobhutti, a Tathágata szerint ilyen formán a türelem tökéletessége is csak megjelölés. Hogy miért? Mindjárt elmagyarázom. Egy korábbi inkarnációmban Kalinga király bosszúból feldaraboltatta a testemet.
abban az időben aszkéta voltam, és már megszabadultam az én, a személyiség, a lélek és az egyéniség fogalmától. Hogy honnan tudom ezt? Onnan, hogy amikor végtagjaimat sorra levágták, nem ébredt föl bennem sem a düh, sem a gyűlölet. Márpedig, ha kötöttem volna az én személyiség, a személyiség, a lélek és az egyéniség fogalmaihoz, ez utóbbi érzések bizonyára fölébredtek volna bennem. Subhuti, emlékszem, hogy az utolsó 500 inkarnációm közül egyszer egy szüntelenül türelmet gyakorló aszkéta voltam. Akkor is függetlenítettem a tudatomat az én sajátos megkülönböztetésétől. Egy bódhiszatvának maga mögött kell hagynia a jelenségek fogalmi megkülönböztetését, és így elérheti a tökéletes végső megvilágosodást. Ezt azonban csak úgy tudja megvalósítani, ha a tudatát nem befolyásolják az érzéki világ által keltett elképzelések, melyeknek forrása rendszerint valamely hang, forma, illat, tapintás vagy bármi más érzéklet. A tudatnak tehát függetlennek kell maradnia bármely benne fölkeltett gondolattól. Addig ugyanis, amíg bármihez is kötődik, még nem ért biztos révbe. Buddha tanítása szerint egy bódhiszatva úgy tud jótékonyságot gyakorolni, és csak oly módon lehet minden lény hasznára, ha nincs tekintettel a dolgok külső megjelenésére. A Tathágata kijelenti, hogy a jellemző vonások nem jellemző vonások, továbbá, hogy az élőlények valójában nem élőlények. Subhuti. A Tathágata tudja, hogy mi a végső igazság. Az ő szavaiban nincs csalás és nincs hazugság. Ezért, amit ő mond, ugyanúgy független attól, ami valóságos, mint ami nem valóságos. Subhuti. Ha egy bódhiszatva úgy gyakorolja a jótékonyságot, hogy közben tudatával ragaszkodik valamely konkrét fogalomhoz, olyanná válik, mint a sötétben tapogatózó ember. Ha viszont úgy teszi mindezt, hogy megőrzi tudatának függetlenségét, látása hasonló lesz az olyan emberéhez, aki a ragyogó nappali világosságban minden tárgyat jól lát maga körül. Subhuti. Ha egy jószándékú férfi vagy nő a jövőben képes befogadni és továbbadni ezt a tanítást a maga teljességében, akkor erényekben mérhetetlenül gazdaggá válik, és a Tathágata észreveszi és felismeri őt Buddha tudásával. Subhuti. Ha egy jószándékú férfi vagy nő merő önzetlenségből reggel, délben és este annyi jó cselekedetet üt végre, ahány homokszem van a Gangesben, és mindez számtalan korszakon át teszi, még akkor sem múlja felül erényekben azt az embert, aki nyitott szívvel és teljes bizalommal hallgatja ezt a párbeszédet. Nem is beszélve arról, aki leírja, elmélyül benne, majd másoknak is tovább adja a tanítást. Subhuti. Összefoglalva a szutra lényegét, azt mondhatjuk, hogy olyasmiről van itt szó, aminek teljes értékét vagy bárminimum határát még fölfogni vagy elképzelni sem tudjuk. A Tathágata azoknak tanítja ezt, akik fölébrednek a nagy járműben, ami valójában határtalanul nagy jármű. Bárki, aki képes megjegyezni és elméjében tartani a tanítást, és másoknak tanítva tovább adja ezt, az a Tathágata figyelmét nyomban magára vonja, és erényekben mérhetetlenül gazdaggá válik. Az ilyen tökéletes erényességet nem ismer határokat. Épp ezért elképzelhetetlen. Így a Tathágata szerint, aki a fenti erényekkel rendelkezik, eléri a tökéletes végső megvilágosodást. Miért? Azért, Subhuti, mert aki vigasztra le valamely meghatározott, azaz fogalmi korlátokkal rendelkező tanban, az óhatatlanul belebonyolódik az én, a személyiség, a lélek vagy az egyéniség fogalmaiba. Következésképpen alkalmatlanná válik arra, hogy a párbeszéd lényegét befogadja, elméjében tartsa és nyíltan továbbadja azt. Subhuti. Minden olyan hely, ahol ezt a szutrát megbecsülés övezi, az istenségek, emberek és titánok felajánlásai által az imádat helyének számít. Ezért tudnod kell, hogy az ilyen hely bárhol is legyen, Buddha szentélynek tekinthető, ahol a hívők egybegyűlnek, s hódolatok jelölül virágokat szórnak és füstölőket égetnek. Subhuti. Van olyan jószándékú férfi vagy nő, aki a befogadott tanítást képtelen megőrizni és továbbadni, mivel az előző életeinek rossz karmája elkerülhetetlenül rá nehezedik a sorsára.
Jelenlegi életének erényei folytán azonban bárki elháríthatja magáról a múlt sötét árnyait, és így képes elérni a tökéletes végső megvilágosodást. Szuputti, én emlékszem a Dipankara Buddha előtti végtelen múltra. Akkoriban több milliószor 840 millió buddhát ismertem. Valamennyiüknek felajánlásokat tettem, és kifogástalanul szolgáltam őket. Mindazonáltal, ha valaki képes befogadni, elméjében tartani és továbbadni e tanítást az utolsó 500 éves időszakban, erénye fölülmúlja az enyémet. S az én szolgálatom valamennyi buddhának csupán század ezred vagy milliószor százezred része az övéknek. Ebből is látható, hogy valójában lehetetlen bármilyen összehasonlítás. Szubhutti. Ha részletezném egy olyan jószándékú férfinak vagy nőnek az erényeit, aki képes volt befogadni, elméjében tartani és továbbadni e párbeszéd lényegét az elmúlt időszakban, akkor a hallgatóimban kételj és hitetlenség ébredne, és ezáltal tudatuk megzavarodna. Hisz jól tudod, Szubhutti, hogy e szutra valódi értelme csak úgy, mint az erényesség jutalmának gyümölcse, puszta fogalmakkal fölfoghatatlan. Szubhutti így szólt Buddhához. Mindezek fényében ó magasztos, ha valamely jószándékú férfi vagy nő keresi a tökéletes végső megvilágosodást, hogyan tud rátalálni arra, és miképpen időzhet abban? Hogyan tudja uralma alatt tartani gondolatait? Buddha erre így válaszolt Szubhuttinak. Ha egy jószándékú férfi vagy nő keresi a tökéletes végső megvilágosodást, tudati beállítottságának eltökéltnek kell lennie. Ezáltal így szól majd magához. Minden élőlényt föl kell szabadítanom még akkor is, ha már valamennyi felszabadult, hiszen valójában egy sem szabadult föl. Miért? Azért, Szubhutti, mert ha egy bodhisattva ragaszkodna az olyan fogalmakhoz, mint amilyen az én, a személyiség, a lélek vagy az egyéniség, egyszerűen nem lenne bodhisattva. Ennek következtében nem létezik olyan tanítás sem, amely meghatározná, miképpen lehet elérni és megvalósítani a tökéletes végső megvilágosodást. Mi gondol Szubhutti, amikor Dipankara volt a megtestesült Tathágata, volt valamilyen követendő tan, ami a tökéletes végső megvilágosodás elérésétnek magyarázza? Nem volt ilyen ó magasztos. Buddha tanítása szerint semmiféle olyan tan nem létezett, amely által a Tathágata elérte a tökéletes végső megvilágosodást. Buddha így szólt. Igazad van, Szubhutti. Ha lett volna ilyen tan, akkor Dipankara Buddhának nem jósolhatta volna meg a következőt. A jövőben Buddha leszel, és Sakyamuninak fognak hívni. Dipankara azért jósolta meg a mostani újra születésemet, mert a tökéletes végső megvilágosodás elérésének nincs meghatározott módja. Ha valaki mégis azt mondaná, hogy a Tathágata elérte a tökéletes végső megvilágosodást, tudd meg, Szubhutti, hogy a Tathágata nem valamely tan segítségével érte el azt, hiszen a Buddha tanítások összességét birtokolja. Így aztán a tanok összessége kifejezés és csupán egy megjelölés. Szubhutti, ez is csak olyan akár a hatalmas emberi test példája. Szubhutti erre így válaszolt. Valóban, hiszen a magasztos kijelentette, hogy az ilyen test valójában nem hatalmas test, mivel a hatalmas test kifejezés csupán egy név. Szubhutti, ugyanez áll a bódhiszatvákra is. Ha ugyanis egy bódhiszatva kijelenteni, minden élőlényt fel akarok szabadítani, nem lehetne bódhiszatvának tekinteni. Miért? Azért, Szubhutti, mert valójában nincs olyan állapot, változatlan lényegiség, amit bódhiszatvaságnak hívhatnánk. Buddha szerint minden dolog természete szerint üres, azaz nélkülözi az önvalót, mint az ént, a személyiséget vagy az egyéniséget. Szubhutti, ha egy bódhiszatva kijelenteni, létre akarok hozni egy buddha birodalmat, nem lehetne többé bódhiszatvának tekinteni, hiszen a Tathágata szerint a buddha birodalom létrehozása kifejezés valójában csak egy megjelölés. Szubhutti. Ezért csak azt tekinthető igazi bódhiszatvának, aki teljes mértékben független a fogalmaktól és az egyéni lélek képzetétől. Mit gondol Szubhutti? Vajon rendelkezik a Tathágata emberi szemmel? Igen, ó magasztos, rendelkezik ilyennel.
Mit gondol Subhuti, rendelkezik a Tathágata isteni szemmel? Igen, ó magasztos, rendelkezik ilyennel. Mit gondol Subhuti, rendelkezik a Tathágata a misztikus látás szemével? Igen, ó magasztos, rendelkezik ilyennel. Mit gondol Subhuti, rendelkezik a Tathágata az értelem fölötti bölcsesség szemével? Igen, ó magasztos, rendelkezik ilyennel. Mit gondol Subhuti, rendelkezik a Tathágata a minden tudás Buddha szemével? Igen, ó magasztos, rendelkezik ilyennel. Subhuti, emlékszel arra, amit a Ganges folyó homokszemével kapcsolatban tanított a Buddha? Igen, ó magasztos, emlékszem a Tathágatának erre a tanítására. Nos, Subhuti, ha annyi Ganges folyó lenne, ahány homokszem van a Gangesben? Továbbá, annyi Buddha birodalom lenne, ahány homokszem található az összes Ganges folyóban, akkor soknak mondhatnánk a Buddha birodalmak számát? Nagyon is soknak, ó magasztos. Subhuti, annak ellenére, hogy sokkal több élőlény létezik, mint az így kapott Buddha birodalmak száma, és ezeknek az élőlényeknek a tudata más-más természetű, a Tathágata mégis mindegyiket jól ismeri. Hogy miért? Azért, mert a Tathágata szerint egyik élőlény tudata sem tökéletes tudat, hanem csupán az elnevezés szerint tudat. Subhuti, ahogyan lehetetlen megőrizni valamely múltbeli tudatot, épp úgy lehetetlen megtartani a jelenbeli tudatot, és ugyanúgy lehetetlen fölfogni a jövőbeli tudatot is. Mit gondol Subhuti, ha valaki a világok 3000 csillaghalmazát képes megtölteni a 7 drága kincsel, és mindezt merő jótékonyságból teszi, mondhatjuk-e róla, hogy nagy érdemeket szerzett? Feltétlenül mondhatjuk, ó magasztos. Subhuti, ha az ilyen érdemek nem volnának valósak, a Tathágata nem nevezné őket nagynak. De mivel viszonylagosságuk is nyilvánvaló, a Tathágata ezért egyszerűen nagynak hívja őket. Mit gondol Subhuti? Felismerhető a Buddha tökéletes testi alakja szerint? Nem ismerhető fel, ó magasztos. A Tathágata szerint a tökéletes testi alak kifejezés valójában csak egy megjelölés. Mit gondol Subhuti? Felismerhető a Tathágata a rendkívüli jellemvonásai alapján? Nem ismerhető fel, ó magasztos. A Tathágata tanítása szerint a rendkívüli jellemvonás kifejezés is csak puszta megjelölés. Subhuti sohasem mond a Tathágata föltett szándéka, hogy kifejtse tanítását. Bárki is mondana ilyesmit, gyalázná a Buddhát, az ilyennek fogalma sincs arról, amit én tanítok. Mivel az igazság valójában kimondhatatlan, így bármely igazság kinyilatkoztató rendszer csak nevében kinyilatkoztatás. Subhuti erre így szólt Buddhához. Bizonyára mindig lesznek olyanok, ó magasztos, akiben a tanításod hatására felébred majd az őszinte hit. Buddha így válaszolt. Subhuti, azok, akikre te hivatkozol, valójában nem élő lények, nem élő lények. Miért? Mert az élőlény kifejezés csupán egy név. Subhuti így szólt a Buddhához. Ezek szerint, ó magasztos, a tökéletes végső megvilágosodás elérése nem jelent semmi nyerességet a Buddhának. Buddha így válaszolt. Pontosan így van, Subhuti, a tökéletes végső megvilágosodás által még a lehető legcsekélyebb nyereségre se tettem szert. Ezért tökéletes végső megvilágosodás. Subhuti, aki elnyerte a tökéletes végső megvilágosodást, annak megkülönböztetés és rangsorolás nélkül minden mindenben egy. Aki szabaddá válik az egyéni lélek képzetétől, továbbá a jóság különböző válfajétól is, az nyomban elérheti ezt. Subhuti, bár a jóságról beszélünk, a Tathágata szerint a jóság nem jóság, hanem pusztán egy név. Subhuti, ha valaki merő jótékonyságból, a 7 drága kincsből oly sok szumerú hegynyit tudna ajándékozni, mint amennyi a világok 3000 csillaghalmaza kitesz együttvéve. Erényekben akkor se tudná felülmúlni azt, aki csak 4 sor képes megjegyezni és elméjében megtartani az értelem feletti tudás e pár beszédéből azért, hogy másoknak tanítva továbbadja azt. Eképpen kettejük erényei egyszerűen összehasonlíthatatlanok. Subhuti. Ha valaki azt mondaná, hogy a Tathágatának föltett szándéka az összes élőlény felszabadítása, ne ragadjon el a képzelet. Miért? Azért, mert a Tathágata valójában nem szabadít föl élőlényeket. Ha ilyesmi áll a szándékában, akkor köze lenne az olyan fogalmakhoz,
mint amilyen az én, a személyiség és az egyéniség. Subhuti, habár az egyszerű emberek valóságosnak képzelik énjüket, a tatágata kijelenti, hogy az én nem különbözik a nem éntől. Subhuti, akiket a tatágata egyszerű embereknek hív, valójában nem egyszerű emberek, hisz az ilyen kategória sem más, csupán egy név. Mit gondol Subhuti? Fölismerhető a tatágata kiváló bölcsek 32 testi egy alapján? Igen, bizonyára fölismerhető, ó magasztos. Subhuti, a tatágata fölismerhető lenne a 32 testi egy alapján, ugyanúgy olyan lenne, mint bármely nagy birodalmi uralkodó. Ahogyan én értem szavaidat, ó magasztos, a tatágata mégsem ismerhető fel a 32 testi egy alapján. Erre a magasztos a következő verset mondta. Aki látni vél engem valamely forma alapján, és aki hallani vél engem valamely hang alapján, az rég nem jár a helyes úton, és képtelen fölismerni a tatágatát. Subhuti, még a gondolatát is vesd el annak, hogy a tatágata kiváló testi jegyé alapján érte el a tökéletes végső megvilágosodást. A tatágata nem jegyek alapján érte el azt, de azt se gondolt, hogy bárki, akiben még csak derengeni kezd a tökéletes végső megvilágosodás fénye, kijelentheti, hogy a tanok összességét meghaladta. Miért? Azért, mert az ilyen ember még csak azt sem állíthatja, hogy a tan bármelyik alakját meghaladta volna, végleg maga mögött hagyta volna. Subhuti, ha egy bódhiszatva merő jótékonyságból annyi világot tölt meg a hét drága kincse, ahány homokszem van a Gangesben, erényekben akkor sem múlná fel azt, aki türelem és önfeláldozás révén jut el a tökéletes tudásig, a dolgok önvaló nélküli lényegének belátásáig. Miért? Azért, Subhuti, mert minden igazi bódhiszatva érzéketlen erényei jutalmazásai iránt. Subhuti így szólt a Buddhához. Mit jelent az ó magasztos, hogy valaki érzéketlen erényei jutalmazása iránt? Subhuti így válaszolt. Subhuti, ha egy bódhiszatva érdemeket szerez és ragaszkodik azok jutalmához, békjóba veri magát. Ezért jobb neki, ha nem fogad el semmilyen jutalmat. Subhuti, ha valaki azt mondaná, hogy a tatágata jön vagy megy, ül vagy fekszik, az félértene a tanításomat. Miért? Azért, mert a tatágata nem jelenik meg és nem tűnik el, következésképpen ő a tatágata. Subhuti, ha egy jó szándékú férfi vagy nő porrá törné a világok végtelen számú csillaghalmazait, soknak mondhatnánk az így kapott parányi részecskék számát? Subhuti így válaszolt, feltétlenül soknak, ó magasztos. Másrészt viszont, ha lennének is ilyen parányi részecskék, a Buddha nem beszélne így róluk. Buddha magasztos tanítása szerint a parányi részecskék kifejezés valójában csak egy megjelölés. Ezért, ó magasztos, amikor a tatágata világok csillaghalmazairól beszél, valójában nem is világokról van szó, hiszen ezek a világok nem önálló létezők, és így egy világ valójában csak a neve által világ. Buddha így szólt. Subhuti, a szavak nem tudják kifejezni a világ valódi természetét. Csak az egyszerű emberek kötik magukat a nyelv önkényes korlátaihoz. Subhuti, ha valaki azt állítana, hogy a Buddha tanítása kötődik az önvaló bárminemű fogalmához, helyes lenne az ilyen ember felfogása? Semmiképpen sem, ó magasztos, az ilyen ember egy szót sem értene abból, amit a tatágata tanít, mert a magasztos szerint az önvaló, az én, a személyiség és az egyéniség fogalmai téves felfogáson alapulnak. És lényegében nem más, mint a nyelv különböző alakzatai, puszta jelölései. Subhuti erre így válaszolt. Subhuti, annak, aki tökéletes végső megvilágosodásra törekszik, föl kell ismernie, és meg kell értenie, hogy a dolgok azáltal válnak külön egymástól, hogy a különböző nyelvi megjelöléseket kapnak. S ha mindezt képes belátni, és egyúttal függetleníteni is tudja magát a különböző nézőpontoktól. Subhuti. A nézőpontok valójában nem nézőpontok, a tatágata szerint a nézőpontok kifejezés is csak egy megjelölés. Subhuti. Ha valaki számtalan világot megtölt a hét drága kincsel, s mindezt merő jótékonyságból teszi, erényekben akkor sem tudja felülmúlni azt a jó szándékú férfiút vagy nőt,
akiben felébredt a megvilágosodás utáni vágy, s akár csak négy sort is megőriz szívében a párbeszédből, és másodon tanítva továbbadja azt. Hogy milyen módon adja át a tant másoknak? Nos, csak is úgy, ha jelenségektől függetlenül hű tud maradni a valódi igazsághoz. Mert a múló világban minden lételem olyan, akár egy csillag a derengő hajnalban, vagy egy buborék a folyó felszínén. Olyan, mint a villám a nyári felhők között, olyan, mint az ellobbanó lámpafény, a futó jelenés, vagy örökké álom. Mikor a Buddha befejezni mondani valóját, a tiszteletreméltó Subhuttit és összes jelenlévőt az őszinte hála érzése töltötte el. És miután meghallgatták egy csodás párbeszédet, szívükben örvendezve tovább haladtak.